Nem vizsgálták a Paks 2 beruházáshoz kapcsolódó létesítmények és felvonulási terület környezeti hatását. Hatalmas beruházások vannak folyamatban Paks 2-höz kapcsolódóan, amelyek nincsenek összhangban a környezetvédelmi engedéllyel. Valójában nem is tudjuk, hogyan vizsgálják az összhangot a hatóságok. Mondják azok a környezetvédelmi engedélyezési ügyekben szakavatott mérnökök, akikkel részletesen egyeztetni tudtunk Paks 2 aktuális kérdéseiről. Mivel a szakértőket érte már negatív következmény nyilvános megszólalás miatt, nevük titokban tartását kérték. A Paks 2 beruházással kapcsolatban számos más létesítménynek, beruházásnak is meg kell valósulnia, a kapcsolódó létesítmények környezeti és más hatásait pedig szintén vizsgálniuk kell a hatóságoknak a környezetvédelmi engedélyezés során. Ezt már egy környezetjogásztól tudtuk meg, aki segített nekünk eligazodni a jogszabályok bonyolult útvesztőjében, azonban szintén nem szerette volna felfedni kilétét. Egy beruházás esetén a vonatkozó törvény kapcsolódó létesítménynek tekint minden a tevékenységet elősegítő, kiegészítő, kiszolgáló építményt. Néhány ilyen kapcsolódó létesítmény ugyan fel lett tüntetve Paks 2 környezetvédelmi engedélyében, azonban a várható környezeti hatásaikat nem elemezték a vizsgálati anyagokban. Másrészt ezeken a felsorolt létesítményeken kívül olyan építkezések is zajlanak, amelyek viszont egyáltalán nem is lettek feltüntetve a környezetvédelmi engedélyben. Így értelemszerűen a hatásuk sem lett vizsgálva, pedig egyértelműen Paks 2 megvalósulását szolgálják. Ilyenek például az úgynevezett felvonulási területen épülő létesítmények. A Pax 2 ZRT közleménye szerint a felvonulási területen összesen több mint 80 kiszolgáló épület létesül, irodaházak, szerelőcsarnokok, raktárak épülnek. Ezek a létesítmények a két új atomerőművi blokk kivitelezéséhez szükségesek. A jogszabályok alapján ezek kapcsolódó létesítménynek minősülnek, hiszen a törvény szerint hozzátartoznak a beruházáshoz, még akkor is, ha a telephelyen kívül valósulnak meg. Ezért a környezeti hatásaikat a Paks 2 környezetvédelmi engedélyben kellett volna vizsgálni, ez azonban nem történt meg. Pedig az épülő létesítmények, például a fénybevonó műhely, a festőműhely vagy az oldószer és festékraktár bizonyosan bírnak környezeti hatással. A festék és az oldószer is vegyi anyag, veszélyes hulladék, vagyis a lehetséges hatást fontos vizsgálni. Nem kell hozzá szakértőnek lenni, hogy egy nagykapacitású kapacitású festőüzem, a korróziógátlóüzem és az oldószerraktár épületeknél várhatóan lesz oldószer felhasználás ez pedig külön tevékenység, magyarázta mérnök szakértünk. A környezetvédelmi engedélyben azonban ezek nem lettek feltüntetve és bemutatva, pedig a tevékenységhez kapcsolódó lehetséges kibocsátásokat az engedélyezés során vizsgálni kellett volna. Szintén szó sem esett a Paks 2 környezetvédelmi engedélyben a több mint 200 hektáron zajló jelentős infrastruktúra fejlesztésről, aminek keretében ivóvíz, csapadékvíz és szennyvízrendszer épül Pakson. A projektnek csak a tervezése két és fél milliárd forintba került. Ez a beruházás a hatóságnak beadott dokumentáció szerint a Paks 2 megvalósulásához kapcsolódik, érinti a Paks 2 telephelyet, és Pax 2-t is ellátó vízrendszer építésére is kiterjed. A fejlesztésre a Paks 2 beruházásban építési munkákat végző dolgozók 4000 fős épülő szálláshelye miatt is szükség van. A PAX 2 környezetvédelmi engedélyben még az szerepelt, hogy az új erőmű ivóvíz a csámpai vízműről biztosítható. Ehhez képest most arról van szó, hogy a tervezett vízigények kielégítéséhez fel kell újítani pakson az 1-es és a 2-es számú vízműtelepet, továbbá a megnövekedett vízigénynek biztosításához a harmadik dorogi úti vízműtelep kapacitását is bővíteni szükséges, a meglévő kutak felújításával és további három új kút létesítésével. Jogi szakértőnk szerint önmagában az, hogy a 2016-ban kiadott környezetvédelmi engedély nem nevesített minden kapcsolódó létesítményt, még nem lenne baj, mert elképzelhető, hogy akkoriban nem volt még mindegyik ismert. Ugyanakkor, amint fény derült az adott beruházások szükségességére, a Paks 2 Zrt-nek be kellett volna jelenteni az engedélyhez képesti változást, a Baranya megyei vármegyei kormányhivatalnak pedig felülvizsgálat keretében vizsgálnia kellett volna az eredeti környezetvédelmi engedéllyel való összhangot. A Baranya vármegyei kormányhivatal lapunknak küldött tájékoztatása szerint azonban erre nem került sor semmiféle a környezetvédelmi engedély felülvizsgálatára indokot adó bejelentést nem érkezett hozzájuk, és hivatalból sem indított a hatóság felülvizsgálati eljárást. Jogi szakértünk álláspontja szerint azon Paks 2 beruházáshoz kapcsolódó létesítmények esetén, amelyek nem voltak alanyai a környezetvédelmi engedélyezési eljárásnak, az építmények megvalósítása nem kezdődhetett volna meg jogszerűen. Engedély nélküli létesítés esetén pedig a hatóság jogosult intézkedni akár a munkálatok leállítása, felfüggesztése iránt is.